A legnehezebb része a változással kapcsolatban az, ne ugyanazokat a döntéseket hozzuk, amiket előző nap is meghoztunk. És amikor eldöntöd, hogy egy másfajta döntést hozol, akkor nagyon kényelmetlenül fogod magad érezni. Szokás az, amikor valamit olyan sokszor csináltál, hogy a tested jobban tudja, mint a tudatos elméd. És ez programozva van tudat alatt. Tehát amikor a tested jobban tudja, mint a tudatos elméd, akkor a legnagyobb szokásrendszerünket kell megtörni, méghozzá azt, akik vagyunk. Tehát az idegtudományokban van egy alapelv, hogy az idegsejtek, amik együtt cselekednek, össze is kapcsolódnak. Állandóan ugyanúgy gondolkozol, ha ugyanazokat a döntéseket hozod, ha ugyanazokat a korábbi megtapasztalásokat hozod létre, és ugyanazokat az érzelmeket érzed, akkor lényegében biológiailag programozva leszel erre. És ahhoz, hogy ezt megváltoztasd, és ahhoz, hogy megérkezz a vágyott jövőbe, ahhoz valamit meg kell változtatod magadon, hogy eljuss oda. Meg kell változtatod azt, hogy gondolkozol, ahogy cselekszel, ahogy érzel. És a változás az arra van szükség, hogy olyan tudatos legyél, hogy a tudattalanba ne lépjél bele újra. A nap folyamán két olyan időpont van, amikor a tudattalanhoz hozzá tudunk férni. Az egyik, amikor reggel felébredünk, és az agyhullámaink deltából tétába, majd onnan alfába és végül bétába váltanak. Éjszaka lefekszünk aludni, bétából alfába, tétába, aztán deltába lépnek. És mi csak úgy keresztül suhanunk ezen, nagyon gyorsan, de az agyhullámaink ilyenkor elkezdenek megváltozni. A meditáció legfontosabb alkotó eleme, hogy tovább tudjunk lépni az analitikus elméből a tudattalanba. Mert hogy az analitikus elme választja el a tudatos elmét a tudattalan elmétől. Hát úgy mondjuk, hogy 5% a tudatos elme, és 95% az a tudattalan program, ami fut. Ha a tudatos részeddel, tudatos elméddel próbálod megváltoztatni saját magadat, akkor tulajdonképpen az operációs rendszereden kívül vagy. Tehát meg kell tanulnod azt, hogy hogyan változtasd meg az agyhullámaidat, hogy le tud őket lassítani. Lépjél túl az analitikus elmén, és lépj be az operációs rendszeredbe, ahol átírhatod a programokat. És megcsináltad ezeket a változásokat. Tanuld meg, hogy hogyan kell ezt csinálni, gyakorold, tudd, hogy hogyan kell csinálni, és újra, ez nem egy nagy dolog, ezt egyszerű megtanulni. És aztán, amikor le tudod lassítani az agyhullámaidat, akkor sokkal inkább befogadó leszel arra, hogy mit gondolsz, és most képes vagy újra programozni magad. Nem tudod megcsinálni a tudatos elméddel, mert hogy folyamatosan azt mondod, hogy én egészséges vagyok, gazdag vagyok, határtalan vagy boldog, teljes. A tested azt fogja mondani, hogy nem haver, olyan nyomorult vagy és boldogtalan. Tudod, így sohasem fog átjutni az agytörzsön, hogy eléri a testet. Nagyon fontos, hogy ahelyett, hogy először a telefonunkhoz nyúlnánk reggel vagy este, mint első dolog, ami az eszünkbe jut, mert ez a kialakult szokásunk, hogy megnézzük az SMS-einket, a WhatsAppot, a Telegramot, a közösségi oldalakat, Instagramot, a Twittert, Facebook, vagy bármi más, amit az emberek ilyenkor csinálnak, e-mailt. Ilyenkor újra kapcsolódunk mindenhez, ami ismerős az életünkben. Próbáld ki ezt, mint egy kísérletet, mielőtt belekezdesz a napodba, ahelyett, hogy nekiállnál ezeknek a felesleges szokásoknak, ilyen robotpilóta üzemmódban. A változás az, hogy többé váljak a testemnél, többé váljak a környezetemnél, és többé váljak az időnél, és a környezetem az ennyire csábító, és a testem folyamatosan sóvárog valamilyen érzelmekért, és arra vagyok programozva, hogy keljek fel és csináljak dolgokat, akkor leültetem a testemet, és megszelidítem a testemet, mint valamilyen állatot. És amikor készen állok, akkor fogok felállni, nem amikor a testem akarja. Amikor ott ülsz csendben, és nem figyelsz semmire, és megkérdezed magadtól, hogy mi a legnagyszerűbb kifejeződésem, amivé válhatok ma. És csináld ugyanezt a folyamatot, írd le azt a két gondolatodat, ami nem csúszhat keresztül a tudatosságodon, a figyelmeden, ami nem maradhat észrevétlen ma. Két emléket, bármi is legyen az. Mi ez a két érzelem, amit élek minden egyes nap, amit meg akarok változtatni, amit szó szerint megváltoztathatok. Tudatos akarok lenni arra, hogy mit csinálnak a testemmel, el akarom kapni őket abban a pillanatban, amikor elkezdem érezni. És aztán újra és újra megcsinálom ezt, elégszer, hogy többé ne legyek tudattalan állapotban. Most már tudatos leszek arra a tudattalan 95%-omra. Hogyan akarok gondolkozni? Milyen a nagyszerűség? Milyen az, amikor nagyszerűen gondolkozom? Hadd emlékezem rá, milyen az, amikor nagyszerűen gondolkozom? Hogyan gondolkozik a nagyszerűség? Hadd vizsgáljam meg. Hadd nézzem át. Hadd ismételjem meg. Hadd emlékezzem rá, hogyan fogok gondolkozni rá. Emlékezni fogok arra, hogyan viselkedek, vagy hogyan cselekszem itt vagy ott. Gyakorolni fogom azt a változást, amit meg akarok hozni, bizonyos körülmények között. Hadd gondolkozzam arról, hogy hogyan akarom érezni magam. Hadd nyissam meg a szívemet újra az élet előtt. Hadd érezzem azt, hogy milyen a kedvesség és a
erődés, milyen a szeretet, milyen a hála, milyen a nagyraértékelés. Hadd hozzam csak fel ezt az érzést, hadd érezzem a szívemmel, és újra felhozom, előhozom. Elégszer ahhoz, hogy annyira jó legyek benne, hogy ha már csukott szemmel képes vagyok erre, akkor képes leszek arra, hogy a szemem nyitva van, és úgyis meg tudom csinálni. Felfedeztük azt, hogy ha ezt minden nap csinálod, akkor valahogyan meg fogsz érkezni a célodhoz. A biológiád elkezd úgy kinézni, mintha egy másik életet élnél. Gyakorold ezt, és hoz egy döntést, hogy addig nem állsz fel a meditációból, amíg nem érzed ezt az érzést. Ez megmagadtól. Tudok-e egész nap ebben az állapotban lenni? És ha nem, hogyha tudattalan bekapcsol, akkor kérdezd meg a napod végén, hogy milyen volt, mikor léptem át tudattalan állapotba. Oké, holnap reggel, új nap, új élet, hadd menjek újra, hadd csináljam újra. Emberek, akiknek megvan a víziójuk a jövőről, és feladják ezt a víziót, mert hogy ahhoz, hogy meg tudjanak érkezni ahhoz a vízióhoz, tenniük kell valamit, máshogyan kell gondolkodni, máshogyan kell cselekedniük, máshogyan kell érezni. Sokkal egyszerűbb meghozni ugyanazokat a döntéseket minden egyes nap. És a legnehezebb a változásban az, hogy ne hozzuk meg ugyanazokat a döntéseket, amiket előző nap meghoztunk. És abban a pillanatban, ahogy eldöntöd, hogy más fogsz választani, kényelmetlenül fogod magad érezni. Mert hogy kilépsz az ismerős világból az ismeretlenbe. Néhány ember inkább az önsajnálatába kapaszkodik, ahelyett, hogy élnének a lehetőséggel. Inkább a múlt történetét mesélik, ahelyett, hogy egy új jövő történetéről mesélnének. Tudatalatt mindig várunk valamilyen külső hatásra, ami megváltoztatja az életünket. Valami oldja meg azt a hiányt, szabadítson meg attól a hiányérzettől, ami bennünk van. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon korlátozott modellje a valóság megtapasztalásának. Mert amikor elkezdesz megváltozni belül, és elkezded látni a változásokat körülötted, akkor az áldozat szerepből átmész a teremtő szerepbe. Úgy gondolom, hogy amikor ez megtörténik, akkor hirtelen nem azért csinálod, mert muszáj megcsinálni. Ez valamilyen, amit meg akarsz csinálni. Egyszerűen nem akarod, hogy véget érjen a varázslat. Tehát elkezdesz dolgozni magadon, belefektetsz saját magadba. És amikor saját magadba fektetsz energiát, akkor a jövődbe fektetsz energiát. Talán egy ilyen krónikus hitetlenség, ami a legtöbbünknél van, hogy mi nem vagyunk a teremtői a saját életünknek. Kivéve amikor a parkolóhelyet kell megtalálni, vagy amikor valami jó történik velünk, akkor elhisszük, hogy mi vagyunk a teremtői az életnek. De képzeljünk el egy világot, ahol mindenki felelősséget vállal, és teremtőjévé válik a saját életének. Többé nem lesz áldozata az életének. Úgy gondolom, hogy dramatikus változást látnánk akkor a tudatosságban. A személyiségem teremti a személyes valóságomat. És a személyiségem abból áll, hogy hogyan gondolkozok, hogyan cselekszek, és hogyan érzek. Hogyha szeretnék egy új személyes valóságot létrehozni az életemben, egy új életet, akkor meg kell változtatnom a személyiségemet. És a legtöbb ember úgy próbál meg új személyes valóságot létrehozni, hogy ugyanaz a személyiség marad. És ez így nem működik. Szó szerint valaki mássá kell válni. Tehát ha azt mondod, hogy ez oké, hadd ne csináljam ugyanazt az alapértelmezett működést, és tudattalanná váljak ebbe a 95%-ba, ami programozva van. Hadd legyek annyira tudatos, ahogy én úgy gondolom, annyira odafigyeljek arra, hogy hogyan viselkedek, hogyan működök. És akkor azt mondom, oké. A hitrendszer az nem más, mint egy gondolat, amit újra és újra és újra gondolok, milyen gondolatokat akarok aktiválni és összekapcsolni az agyamban. Milyen figyelemmel és szándékkal, hogy annyira ismerőssé váljak ezzel az újfajta gondolkodással, a meditáció azt jelenti megismerkedni. Folyamatosan aktiválod és összekötöd ezeket az áramköröket, akkor installálni fogod, telepíteni fogod a hardvert. Ismételd meg elég sokszor, akkor ez egy szoftverprogrammá fog válni. Ez lesz az új hang a fejedben. Aki azt mondja, hogy képes vagyok rá, hogy ez lehetséges. Azt mondod, ez oké. Akkor mikor estem ki a kegyelemből tegnap? Ó, ez akkor volt, amikor a munkában voltam, a kollégámmal, vagy az exemmel, vagy az ellenségemmel, vagy a hírek, vagy a közlekedés. Ez a viselkedés nem fog engem boldoggá tenni. Ha lenne egy másik lehetőségem, egy másik lehetőség, hogyan csinálnám? Ha becsukod a szemed, és gyakorlod ezt az elmédben, hogyan fogsz viselkedni bizonyos szituációkban? Ez a mentális tréning a neurotudományoknak az egyik legnagyszerűbb gondolata, amikor gyakorlatilag áramköröket installálunk az agyunkba. Mindenki csinálta már ezt, zenészek, mikor folyamatosan valamilyen zenét játszanak a fejükben. Az atléták mindig begyakorolják a mozdulataikat, táncosok, színészek, rengeteg ember gyakorolja mentálisan azt, hogy mit fog csinálni. És amikor ezt csinálják, akkor lényegében előkészítik az agyat, megváltoztatják az agyat, és a testüket egyszerűen csak a gondolatok által fiziológiailag megváltoztatják magukat. Vetsz egy csapat embert, akik sohasem játszottak zongorán azelőtt, és elosztod őket két külön csoportra, és mindenkinek elvégzel egy funkcionális agyszkennelést. Az egyik csoport két órát jön egy nap, öt napon keresztül. Gyakorolják ezeket az egykezes skálázásokat,
tanulsz valami újat, akkor új kapcsolódások jönnek létre az agyadban, kapsz valamilyen instrukciót, a tested is bevonódik, és amikor a tested is bevonódik, akkor van egy megtapasztalásod. Ha odafigyelsz arra, amit csinálsz, és ismétled újra és újra, akkor az idegsejteid, akik aktiválódnak együtt, azok csatlakoznak is egymáshoz. Elkezdesz új áramköröket telepíteni az ellenkező oldalára az agyadnak. Ez egyértelmű. Megcsinálod a szkennelést, és látjuk a fizikai elváltozásokat az agyban. Megfogod a másik csapatot, és megkérdezed őket, hogy csukják be a szemüket, és anélkül, hogy az ujjukat megmozdítanák, csinálják meg ők is ezt a skálázást mentálisan, tehát a mentális gyakorlását ennek a skálázásnak, és az 5 nap után ugyanakkor a mennyiségű áramkört hoznak létre az agyukban, mint azok, akik fizikailag demonstrálták is ezt a tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy ők annyira jelen vannak abban, amit csinálnak, hogy az agyuk nem képes megmondani a különbséget a valódi élettapasztalat és a képzelet között. Szóval agyuk fizikailag megváltozott, mintha tényleg megtették volna ezt a gyakorlást. Tehát fogod ezeket az embereket, soha nem játszottak zongorát, csak mentálisan gyakorolták 2 órán keresztül minden egyes nap, odaülteted őket a zongorához, akkor ők képesek lejátszani ezeket a skálákat. Hogy miért? Azért, mert gyakorolták, mert előkészítették az agyukat erre a viselkedésre. Tehát, hogyha előkészíted az agyadat egy új viselkedésre, lehetsz egy ügyvezetője egy cégnek, vagy akár egy szülő, éppen tanulsz valamit, minél többet gyakorlod mentálisan, annál jobban előkészíted az agyadat és a testedet erre a cselekvésre. Tehát ez azt jelenti, hogy te gyakorolhatod azt, hogy hogyan fogsz megváltozni az életedben. És hogyha ezt folyamatosan csinálod elégszer, akkor a viselkedésed meg fog egyezni ezzel a szándékkal automatikusan, mert feltelepítetted azt az elmét, ami ezzel képes. Ha nincsen feltelepítve ez az elme, akkor visszalépsz a múltbeli mintázataidba. Addig gyakorolod az elmédben, amíg azt nem érzed, hogy képes vagy. Kezdettől a végig, anélkül, hogy elveszítenéd a figyelmedet. És egyre könnyebb és könnyebb lesz, ahogy gyakorolsz. Teljesen egyértelmű, hogy utána meg fogod tudni csinálni. És ha azt mondod, elég ebből a bűnből, éreztem már eleget, nem szeretem azt, hogy így érzek, nem szeretem magamat, hogy ilyen állapotban vagyok, akkor én gyakorlatilag képes vagyok megtörni az érzelmi kondicionálását a testemnek. Meg tudom-e tanítani a testemet, hogy valami mást érezzen? Mi lenne az az érzés, amit érezni szeretnék, hogyha képes lennék megcsinálni? Méltóság? Önszeretet? Szabadság? Öröm? Hadd tanítsa meg a testemnek érzelmileg, hogy milyen lehetne a jövő, mielőtt megtörténik. Akkor egyre több ilyen vegyületet fogsz létrehozni a testedben, és egyre könnyebb lesz újra és újra megcsinálni, és megismerkedni vele újra. És pontosan ez az, amiről a meditáció szól, hogy ismerőssé váljál a régi éneddel, hogy megismerd magadat. Annyira tudatossá válni arra a tudattalan énünkre, hogy többé nem leszünk tudattalanok rá. Hányszor fogjuk ezt elfelejteni? Addig a pontig, amíg már nem fogjuk elfelejteni. És ez a változás pillanata.